Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, vendégeim már itt ülnek velem szemben. Orémusz Maja, a Bencs Villa vezetője, valamint Rák Zoltán színész, szervusztok! Szia! Még mielőtt elkezdenénk boncolgatni a következő hetek Bencsvillás programjait, mindenképpen kiemelném azt, hogy ugye mindig azt mondom, hogy a Bencsvilla nyüzsög, zsizseg, hát az augusztus elég csendesre sikeredett, vajon miért? Sőt, a szeptember is ilyen lesz, mert hogy csak kettő-kettő műsorral várjuk a vendégeket, de nagyon jó, hogy föltetted ezt a kérdést, mert most sokaknak tudjuk megválaszolni. Az okot, friss hír és hivatalos hír, úgy volt nagyon sokáig, hogy bezár a Bencsvilla, mert felújítják, csak hogy ezt egy kicsit elnapolták, ezért továbbra is zavartalanul folytathatja a működését, és októbertől már teljes gőzzel szervezzük a programokat újra. Akkor augusztusban szintén kettő program volt, szeptemberben kettő program lesz. Az egyikhez ráadásul Zolinak is bőségesen lesz köze, erről majd egy picit később, de mik lesznek egyáltalán ezek a programok, és mikor érdemes majd a villába látogatni? Hát én nem palástalom az örömömet, hogy mindkét programnak van köze a Móricz Zsigmond Színházhoz és a társulathoz. Az egyik az 8-án 6 órakor kezdődik, a másik 11-én, de 5 órakor, figyelni kell majd a kezdésre. A 8-aiban nagybányai festőket vár Nyíregyháza vendégségbe, no nem az igazi nagyokat, azért el kell majd utazni oda a Szép Művészeti Múzeumba, hanem a ma élők közül látogatnak ide hölgyek, urak, többek között olyanok is, akik csak románul beszélnek, várjuk őket majd nagy szeretettel, és aki nagybányát, illetve nagy szalontát, mivel ott született, egy kicsit behozza majd a műsorba, az Rák Zoltán művész úr lesz, aki egyrészt arany, másrészt Petőfi, szövegeket tolmácsol majd nekünk, egy kicsit Ledvai Mártonhoz is elkalandozunk. Mennyire idegen amúgy ez tőled? Jó, persze színész vagy, és imádod az irodalmat is, de mennyire lesz nagy falat ez számodra szerinted? Meglátjuk, szerintem nem lesz vészes. Alapvetően ezzel az egész műfajjal talán a verseken keresztül ismerkedtem meg, tehát hogy főleg úgy, mivel nagyszalontai születésű vagyok, ott alap volt, hogy minden évben komoly verseny, versmondó versenyek vannak, sőt mi szalontaiak elszállásoltuk a versenyzőket, sőt családjaikat is, tehát ilyen családokhoz mennek mindig a versenyzők. Szóval ezeken próbáltam részt venni, és innentől kezdve majd mikor már Békés Csabán éltem, onnantól is rengeteg versmondó versenyen voltam, tehát hogy ezeket azóta is szívem csücsketett. Hazamegyek, olvasom, szóval remélem, hogy ezzel nem lesz gond. Mi lesz még talán a te reszortod? Hogyan tudod majd egy picit fűszerezni, ízesíteni ezt a programot? Van-e már terv, kulisszatitok? Azt gondolom, hogy ugye megvan az anyag, amit fel kell nekem olvasnom, meg mondanom kell. Onnantól kezdve szerintem mindig az a jó, hogyha nyitottan kezeljük ezeket a helyzeteket, tehát megismerjük a festőművészeket, és akkor ahogy jön, és akkor majd szépen majd magától majd működik a műsor a saját kis útján. Improvizálunk majd. Igen, valahol ez is szükséges ebben a szférában is. Ugye 8-án lesz ez a nem mindennapi nagybányai, szalontai rendezvény. Mi lesz majd ezután? Hiszen azt említetted, hogy annak a rendezvénynek is lesz valami köze a Móricz Zsigmond Színházhoz. Igen, de még a 8-airól hadd mondjak annyit, hogy az ukulele triót is várjuk nagy szeretettel el a műsorra a színművész úron kívül, illetve a világbajnok harmadik helyezett gyümölcs és zöldségfaragót, Kígyósi Jánost. Na, őt nem szabad kihagyni. 11-én pedig Slanger András úr úgy döntött, hogy egy kicsit kitelepül a színház a Bencsvillába, mert hogy az új darabokat, főleg a Hedda Gáblert és a Dollárpapát itt fogják nálunk reklámozni. Úgyhogy a darab szereplőit is várjuk, nem tudom pontosan mely színész fog ráérni akkor, de mindenképpen várja a direktor úr Szász János rendezőt és Lendvai Zoltánt. Ez már azt hiszem, hogy nagy csali. Milyen jellegű rendezvény lesz ez? Hiszen ez ilyen beharangozó, ízelítő, stb., de hogy így a legjobb jeleneteket így már-már eljátsszák majd? Igen, igen, erre várunk. Igen, ezt reméljük. És mi lesz még ezután? Hiszen azt említetted, hogy úgy néz ki, hogy nem zár be a Bencsvilla, és így szeptemberre ez a két program van betervezve, de lehet-e már sejteni, hogy októberben mi vár esetleg a kultúra szerető közönségre? Nagyon sok minden. Nagyon-nagyon sok mindenkit várunk, akik eddig úgy tartalékban voltak, és várták, hogy mi lesz a helyzet.
egészen nagy nevektől kezdve nemzetközi versmondó versenyeket tervezünk még az ősz folyamán. Folytatódik a Tália kedvence, vetélkedő sorozat, az mindig Luca napján, ahol már volt mentorunk Rák Zoltán is. Pont ezt akartam mondani, diákok, hogy ott már. Azok nagyon jók. Visszatérő leszel akkor ezek szerint, ha úgy van. Nekem jó, hiszen a diákok versenyeznek, mi pedig élvezzük őket. Kiváló program, tényleg. És ez milyen jó, hogy már tényleg mentorként, vagy zsűritagként tudod figyelni a felnövekvő, feltörekvő nemzedéket. Nagyon érdekes programok lesznek akkor ismételten a Bencsvillában. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és várunk titeket majd vissza még a különböző rendezvényekkel kapcsolatosan. És hogyha már kultúra, akkor mindenképpen arról is kell szólni, hogy lassan búcsúztatjuk a Vidor Fesztivált, amely pont egy hete nyitotta meg kapuit. Egy kis összefoglaló következik az elmúlt napok eseményeiből. Vannak olyanok, akik gyakorlatilag az egész életüket itt töltik bent a medencében. Ez is így. Én ki sem megy. Éljön. Maga tudja egyébként, hogy miért jár úszni? Sportból. Egy nagyon különleges produkciót láthatott itt ma a nyíregyházi közönség. Látszólag két úriember, egy kék és egy piros sapkás összevitatkozik az úszodában, de mögött rengeteg minden van. Mi az, amik mögötte vannak még? Szerintem az úszoda apropóján valamilyen módon a mai életünkről szól, azért is tetszett ez meg nekünk. Érdekes, amikor a francia szerző eljött a premierre, akkor az újságírók megkérdezték tőle, hogy ezt a darabot kifejezetten a magyar viszonyokra írta-e. És mondta, hogy egyáltalán nem is nagyon tudott Magyarországról semmit. És akkor megkérdezték, hogy ez a megosztottság, ami ennek csak egy rétege, ami ebben van, de azért ez mégis nagyon erős, és nem véletlen, hogy a magyarok ezt hallják ki legerősebben belőle, hogy ez teljesen olyan, mintha ide írta volna, és mondta, hogy nagyon örül neki. Ott is van ilyen, de nem annyira erőteljesen. Tehát ez a megosztottság, vagy egyáltalán az, hogy én kék vagyok, te piros vagy, hogy ez mit jelent, hogy lehet ezt elfogadni, vagy hogy lehet tolerálni a másikat, vagy muszáj-e folyamatosan rámászni a másikra és megpróbálni magunk mellé állítani, amikor mi sem vagyunk biztosak egészen abban, hogy mik vagyunk, ugye itt ebben több pálfordulás is van ebben a darabban, pont az én részemről, tehát ilyen szempontból ez nagyon komplexen és kicsit abszurd módon ebben az előadásban benne van. És akkor a másik, ami szerintem egy ilyen létfilozófiai kérdés, hogy tulajdonképpen kinek jobb a halaknak vagy nekünk, vagy egyáltalán belegondolni egy picit abban, nekem ez külön nagyon tetszik ebben az egészben, hogy nem tudom, hogy ezt a nézők megérzik-e, de én amikor olvastam, amikor elkezdtünk próbálni vele, én nekem nagyon átjött, hogy tényleg itt vannak ilyen más élőlények, amikkel mi nem annyira foglalkozunk. Tehát itt tudom, én ide berepül egy légy, akkor én így csinálok, lesöpröm, és annak azzal vége. Persze vannak emberek, akik ezt nem csinálják, én ezt tudom, de az, hogy a halat, ugye a vegetáriánusok nagy része azért halat eszik, mert valahogy a hal nem számít húsnak. És szerintem pont azért nem számít húsnak, amit ez a darab feszeget, hogy azért nem számít húsnak, mert nem látjuk a fájdalmat a szemében, hiszen a hal szemben nem tükröződik, és ez a darab egy kicsit elmorfondíroz azon, hogy mi van, hogyha ez a halnak is fáj. Ugyanúgy, mint nekünk, vagy még jobban. És mi van akkor, ha mi kapjuk be a horgot, és nem ő. Szóval ezek ilyen jópofa dolgok benne szerintem. Kicsit abszurd módon keresi erre a választ. Én ezt is szeretem. A nézőket azért ez alapvetően megosztja, én azt figyeltem meg. Hogyan találtak rá erre a darabra? A Gyulai Eszter, a dramaturgunk olvasott erről, hogy ez egy francia kortárs, neki megtetszett, hogy kék szerep, két szereplős, egy szinopszist lefordítatott egy fordítóval, megtetszett az alap ötlet és a szituáció, és akkor megkértük Gáldi Évát, hogy fordítsa ezt le nekünk, ezt a darabot, és egy nagyon klassz fordítást csinált belőle, onnantól már nekünk is tetszett. Egyértelmű volt rögtön az elején, hogy önök ketten fogják ezt játszani, ezt a szerepet? Ez sosem egyértelmű. Az Eszternek először a Mucsi Zolival merült fel, hogy akkor legyünk mi ezt ketten. Nyilván az egy másik szituáció lett volna. De az van, hogy a Zoli is elég sokat dolgozik külön is, és én is elég sokat dolgozom külön is, és így van egy csomó öt vagy hat közös előadásunk is van. Megpróbáltunk egy olyat keresni, amiben nem kell feltétlenül együtt lennünk, hogy egy picit könnyebben lehessen egyeztetni, és akkor így kikirándultunk egy kicsit egymásból, és így lett a Laci ebben.
Ha már itt kirándulásról van szó, akkor ha jól tudom, az idén azért nyíregyházi kirándulása is lesz a Nézőművészeti Kft-nek, tehát fogjuk Önt látni itt mégpedig. A Nézőművészeti Főiskola a cégünknek a címadó darabja, amit most már több mint 10 éve játszunk Budapesten a Centrál Színházban. Saját produkciónk egyébként. 275-öt ment, tehát tényleg egy sikeresnek mondható háromszereplős darab, ami úgy Tasnádi István az írója, ő jegyzi, de tulajdonképpen ez egy közös fejlesztés. Nekünk több ilyen darabunk is van, amit az Istvánnal, mint íróval, asztalnál az alapjait közösen találtuk ki, és aztán utána vette ő kézbe a jeleneteket, a szituációkat, és még később is kerültek bele improvizációk. Ez egy ilyen előadás, mi nagyon szeretjük, úgy tűnik, hogy a nézők is. Egyébként a Vidoron ezt játszottuk egy pár éve, talán 5-6, és akkor a legjobb stúdióelőadás díját nyertük vele, tehát ez itt egy sikeresen bemutatkozott darab volt, én remélem, hogy a bérletben is jó lesz, és szeretni fogja a közönség. Ha jól tudom, több helyen vidéken is játszották a darabot, már nem csak a Centrál Színházban. Esetleg más-e a fogadtatása a különböző helyszíneken ennek az előadásnak? Nagyon érdekes, mert tényleg vannak olyan előadások nálunk, nekünk a Nézőművészeti Kft-ben, amit egy picit különbözően fogadnak. Például csak megemlíteném, hogy amit itt nagy sikerrel játszottunk a Magyar a Holdon, talán ezelőtt 4 évvel volt, vagy 5 évvel, most lehet, hogy nem mondom pontosan, de kb. Az volt 5 éve. Azt az előadást például vidéken mindig sokkal jobban fogadták, és a Centrál Színházban akkor egy picit ilyen, nem is tudom, ilyen finomabb, vagy nem tudom, közönség volt, az valahogy nekik nem, vagy túl egyértelmű humor volt, és emlékszem, hogy azzal mindig, amikor ez beleértve Tatabányát, Temesváron, Romániában játszottunk egy fesztiválon, ott is iszonyatosan nagy siker volt. Ennél az előadásnál igazából még nem tudom eldönteni. Tehát például volt egy nagyon jó előadás, emlékszem, hogy Székelyudvarhelyen van egy fesztivál, ott egy ilyen kisebb kocsma színház. Ott például nagyon-nagyon jól vették, itt is jól ment, talán azt érzem, hogy vidéken jobban veszik. Mint tudják, nagyon sok egyesület és társaság szervez Nyíregyháza és megyeszerte is különböző bringa túrákat. No, erről fogok vendégeimmel beszélgetni. Roma Ádám és Vinnai Zsolt, sziasztok! Sziasztok! Zsolt, te már nagyon sokszor voltál vendégem, és mindenki tudja, hogy ha Vinnai Zsoltiról van szó, akkor a Winnie Bike felirat elengedhetetlen, valamint az itt található bicikli is. Szinte mindig behoztok egy gyönyörű szép paripát, járgányt. Alapozzuk meg úgy a beszélgetést röviden, tömören, hogy a Winnie Bike az mikor is indult, milyen idézőjelben mozgalommá nőtte ki magát ma Nyíregyházán, illetve a megyében. Körülbelül 8 éve kezdtem el ezt a Winnie Bike-ot, hivatalosan még csak 5-4 évesek vagyunk, de inkább mindig a 8 évet mondom meg, hogy a munka a lényeg, nem a papír. Helyi kerékpárosok összefogása, edzés, vezénylés, szervezés, főleg a kerékpár sport, kicsit túrázás is, de azért a tagjaink többsége rendszeresen sportol, rendszeresen edz. És jó pár évvel ezelőtt bekerült ebbe a csapatba, ugye Ádám is, aki tanárbácsi, ha jól tudom, Nyíregyházán. Mi volt a küldetésed, vagy első gondolatod, amikor bekerültél egy ilyen már-már működő csapatba, bringásként? Mi volt az az első dolog, ami tényleg így elindította a te utadat, akár mondjuk már a pólódra is gondolván? Amikor főiskolás voltam, akkor volt egy csoporttársam, aki ajánlotta Zsoltot, mert tudta ez a csoporttársam, hogy nagyon szeretek biciklizni, és Zsoltival egy jó barátság alakult, ami mai napig tart. Viszont én nem sportszerűen szerettem volna bringázni, hanem nekem mindig is a túrázás közelebb állt hozzám, és 4 évvel ezelőtt az akkori osztályommal elmentünk egy bringa túrára, ami mondhatom, hogy jól sikerült. Viszont az osztályom nem volt olyan sportos váltottságú, így 2 év kihagyás után úgy gondoltam, hogy az egész iskolában meghirdetek egy túrát, ami úgy emlékszem, hogy szintén jól sikerült, és azóta igazából 2 éves tart rendszeresen az a túrázás. Ezek szerint csak gyerekekkel foglalkozol, vagy azóta már szélesedett a palettád? Hál' Istennek szélesedett. Általános iskolások, gimisek, szülők, felnőttek, sportkedvelők, igazából bárki csatlakozhat a túráimhoz.
Valahogy így egy új célod, álmod is van, ez a közelmúltban így pattant ki a fejedből, hogyha jól tudom. Mi is ez? Kikkel szeretnél foglalkozni, vagy akár túrázni? A túráimba karitász jelleget is szeretnék bevonni. Először környezetvédelmi szempontból közelítettem meg a helyzetet, majd néhány héttel ezelőtt pedig azt gondoltam, hogy a diákjaimnak, illetve akik velem tartanak, ne csak környezetvédelem legyen fontos a túrák során, hanem az állatvédelem is, valamint Down-szindrómás, illetve siket és nagyot halló gyerekeket is szeretnék, illetve felnőtteket szeretnék bevonni, és reményeim szerint ez sikerülni is fog. Nagyon sokat lehet hallani amúgy integrált óvodai csoportokról, vagy iskolai osztályokról. Ilyen jellegű bringatúráról nem sűrűn, úgyhogy ez tényleg egy jó kezdeményezés lehet. Ugye itt említetted azt, hogy karitatív dolgok, környezetvédelem, ezt hogyan tudjátok kivitelezni egy bringatúrán? És egyáltalán Zsolt, te voltál-e már ilyen túrán mondjuk Ádámékkal? Persze, amikor nincs verseny, akkor elkísérem őket, is őket. És nyilván az egyik különlegessége ennek a túrának, hogy nem egy sima kerékpár túra, és itt főleg azért a diákokon van a hangsúly. A diákok már gyerekkorban látják a szemétszedés fontosságát, állatvédelem, amit az előbb Ádám elmondott. Ezek hosszú távú dolgok, és most olvastam nemrég egy cikket, hogy Finnországban matek tanár kiviszi az erdőbe a gyerekeket, és azt mondja, hogy szedjetek össze 50 darab gesztenyét, és osszátok szét egymás között. Nem számokat néznek és írnak le a papírra, és ezek a dolgok sokkal jobban megmaradnak a diáknak egész életére. Tehát egy ilyen dolog, amit Ádám kezdeményezésre csinál, sokkal jobban meg fog maradni a részvevőkben hosszú távon. Akkor ezek szerint, hogyha Ádám tanár bácsi szervez egy ilyen bringatúrát, akkor úgy kell felírni otthon a pakolás előtt a kis cetlit, hogy akkor nem tudom, bringás cipő, bringás póló, gumikesztyű a szemétszedéshez, vagy ez hogy néz ki? Hál' Istennek elmondhatom, hogy nagyon sokan segítenek a túráimban, úgyhogy igazából csak a részvevőknek saját magukat, illetve a biciklijüket kell elhozni, mert gumikesztyűt, illetve zsákot is biztosítok a túrák alatt, illetve nagyon sok esetben még elemmúzsiát is kapunk az adott településen, amelyeket meglátogatjuk, amelyeket a helyi polgármestereknek köszönhetek, mert felveszem velük a túrák előtt a kapcsolatot, megbeszélem, hogy szeretnénk egy kicsit megtisztítani az adott községet, ő pedig megvendégel minket. Nagyon-nagyon jó kapcsolatokat lehet így kialakítani. Pár gondolatot esetleg lesz-e következő a közeljövőben túra, és ha igen, merre? Igen, lesz. Szeptember végén, illetve október elején lesz. Ezt még nem döntöttem el. Ugye most indult be az iskola, egy kicsit hagytam a diákokat, illetve a szülőket, hogy inkább azzal foglalkozzanak. A helyszín az biztos, nyíltelekre fogunk tekerni. Zsolti ott is lakik, úgyhogy nem véletlen. Akkor ott is kell egy kis szemétszedés. Na hát remélem, hogy szeptember végén, október elején nagyon sokan fognak arra tekerni, nyírtelekre. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és még maradjatok velünk egy kicsit, hiszen egy összefoglaló következik. Talán az eddigi legsikeresebb évet zárták a magyar diákok az idei WorldSkills szakmák olimpiáján. Az augusztus közepén megrendezett világversenyen egy arany és egy ezüstérmet nyertek hazánk képviselői, de több kiválósági oklevelet is hazahoztak a diákok. Nagy Bogi összefoglalója következik. Idén 43. alkalommal rendezték meg a szakmák olimpiáját, a WorldSkills világversenyt. A nagy múlttal rendelkező megmérettetésen 63 ország, 1200 versenyzője összesen 50 különböző versenyszámban mérte össze tudását. Augusztus 11-e és 16-a között 14 fiatal magyar szakember képviselte hazánkat Brazília legnépesebb városában, São Paulo-ban. Ez a szakmáknak a világversenye, amit két évente rendeznek meg mindig más helyszínen. Mindig az előző alkalommal döntik el, hogy mi lesz a következő helyszín. Két versenytípusról beszélünk, a Euroskillsről és a WorldSkillsről. Mindegyik két-két évente kerül megrendezésre, egyik évben Euroskills, ami az európai versenyt jelenti, következő évben pedig a WorldSkills, ami a világversenyt jelenti. Nyilván ez azt is
alátámasztja, hogy a WorldSkills-en sokkal több versenyző van, hiszen azt a világot öleli fel. Most ezen a versenyen 1200 versenyző jelent meg, 60 ország képviseletében és 50 szakmában versenyeztek. Ez egy igen nagy horderejű esemény volt. São Paulo-ban került megrendezésre, és itt a magyar versenyzők nagyon szépen szerepeltek. Én úgy gondolom, hogy az egyik legsikeresebb WorldSkills versenyük volt most ez az elmúlt időszaki. A legjobbak versenyén 4 napon keresztül különböző összetett feladatokat teljesítettek az országok képviselői, amiket egy több tagból álló szakértői csapat együtt dolgozott ki. Az aranyérmet nyert bútor-asztalos szakmában nagy hagyományokkal rendelkező sikeres országok versenyzőit előzte meg László Attila, hazánk egyik képviselője. Az informatikai hálózati rendszergazda kategóriában Csongrádi Dávid nyert ezüstérmet, de több kiválósági oklevelet is hazahoztak a csapatok mehatronikai, virágkötő és épületasztalos kategóriákban. Minden versenyen megjelennek, a Euroskills versenyen is és a WorldSkills versenyen is megjelennek magyar versenyzők. Itt ennek egy nagyon komoly előválogató rendszere van. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi most már ezeket a felkészítéseket, illetve a versenyzőknek a kiutaztatását és a versenyzőknek a kiválogatását. Nagyon fontos az, hogy a versenyzők jól felkészültek legyenek szakmailag, de a szakmai felkészültségen túl informatikai ismeretekkel is kell rendelkezniük, illetve nagyon jól kell beszélni az angol nyelvet, hiszen a feladatokhoz kapcsolódó instrukciókat angolul kapják, ott kommunikálni kell egymással is, tehát itt ezeknek a versenyzőknek az angol nyelv ismerete nagyon fontos, a munkanyelve ennek a két versenynek az angol nyelv. Nagyon fontos az, hogy a versenyzők 4 napon keresztül teljesítenek meghatározott feladatokat, amiket a szakértők együtt dolgoznak ki számukra. Ezek nagyon bonyolult feladatok, tehát nem úgy van, hogy én elkészítettem valamit, és akkor itt a verseny lezárult. Egy virágkötőnek például többféle feladata van, csokrot, fejdíszt, különböző dekorációkat kell elkészíteni, vagy például a szépségápolás területén, a szépségápolásban induló versenyzőnek el kell tudni készíteni egy gyönyörű szép műkörmöt, egy festést, masszírozni kell tudni, a kozmetikai feladatokat el kell tudni látni, tehát nagyon összetett, és mindenféle részversenyben kapnak egy-egy pontszámot, és ebből alakul ki a végleges eredmény. Azt hangsúlyozni kell még, hogy itt a világ legjobbjai vesznek részt, tehát van, amikor 10 pontokon múlik az, hogy ki lesz az első vagy a második helyezett, hiszen itt nagyon szoros a mezőny, úgyhogy a versenyzőknek az idegi harcot is nagyon jól kell bírni, hiszen 4 napon keresztül egy megfeszített tempóban kell dolgozniuk, és pontosan, precízen kell elvégezni a feladatot, és még azzal is számolniuk kell, hogy ezeken a versenyeken nagyon sok látogató jelenik meg, és bár el vannak kerítve, de akkor is a verseny zaját szokni kell, tehát nagyon sokszor problémát okoz, hogy az első napon nem olyan jó a teljesítmény, hiszen akkor még szokják ezt a légkört. Nagyon sok látogatót visznek ki ezekre a versenyekre, iskolásokat, hogy nézzék meg ezeket a szakmákat részükre, tematikus előadásokat szerveznek. Tulajdonképpen az a lényege, hogy megismertessük azt ezeken a versenyeken, hogy egy jó szakmával is milyen sikereket, milyen eredményeket kell elérni. A versenyzők szempontjából viszont az nagyon jó, hogy találkoznak más országbeli versenyzőkkel, akiktől a szakmának specialitásait megnézik, hogy más országban milyen trendek azok, amiket alkalmaznak, és nagyon sokat tudnak egymástól tanulni. A versenyre minden országból csak a legjobbak juthatnak ki, ezért többszintes előválogatókon kell részt venniük a tanulóknak. Szabolcs-Szatmár Bereg megyét idén nem képviselte egy fiatal sem. A következő 2,5 évben erre fognak készülni a diákok. Nagyon jó lenne, hogyha az elkövetkezendő időszakban Szabolcs megyei versenyzőt is láthatnánk a Euroskills és WorldSkills versenyeken. Szeretnénk, hogyha ez a köztudatba egyre jobban bekerülne, hiszen nagyon sokan nem ismerik ezt a verseny lehetőséget. Ami nagyon fontos, hogy 2018-ban
Magyarország rendezi meg a Euroskills versenyt, tehát itt még gyakorlatilag 2,5 év van arra, hogy esetleg, ha egy versenyző indulni szeretne, akkor fel tud készülni. Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a megyei szakképzésben dolgozó fiatalokat is tájékoztassuk erről a lehetőségről, és megfelelő szponzort találva esetleg egy megyei versenyzőt is nagyon jó lenne ott látni majd a következő Euroskills versenyen. A következő szakmai olimpiát 2018-ban Magyarországon rendezik majd. A felkészítők bíznak benne, hogy a magyar csapatok legalább annyira sikeresek lesznek itthon, mint az idei megmérettetésen. Ne feledjék, most hétvégén nemzetközi ásványbőrzét tartanak Nyíregyházán, vasárnap pedig Farkas Tibor Schulz tiszteletére emlékkoncertet szerveznek a belvárosban. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra!